Február 4-én és 5-én hatalmas károkat okozott a csaknem orkán erejű szél Szekszárdon. A gyakran 100 km/órás sebességű légmozgás gyökerestől fordította ki még az egészséges fákat is, amik sok esetben kerítéseket döntöttek ki, járművekre vagy az úttestre borultak. Napokig tartott a károk felszámolása a településen. Ezeket a fákat itt le kell, ezt ki kell vágni szerintem, mert ez olyan, de hogyha lehet gajazni, akkor olyan, hogy nézzük, milyen magasságban ott vannak fönn az elszáradt ágak. Azok onnan leesnek, vannak annak annyi. A Kinizsi utcában 4 parkoló autóra dölt rá egy hatalmas fa. A szekszárdi Fidesz frakció vezetője azt mondja, szeretnék az ehhez hasonló eseteket elkerülni. Ugyanis szerintük a városban több öreg beteg növény is van. Hogyha ezek a fák lombosak lesznek majd, és egy hasonló szél jön, akkor szerintem 10-szer ennyi, vagy 15-ször ennyi lesz a kár. Ha most itt körülnézünk, ahol állok, a mögöttem levő fa, az látszik, hogy beteg, tehát látszik a fán, hogy beteg. Ha balra nézünk, ott van egy szerintem gesztenyefa, a gesztenyefán is látszik, hogy beteg. Tehát nagyon időszerű lenne ezeket a veszélyes fákat átvizsgálni. Máté Péter ezt azzal indokolta, hogy éghajlatkutatók szerint a globális felmelegedés miatt a jövőben is nagy szelekre, viharokra lehet számítani. Ezért arra kérték Szekszárd főkertészét, hogy március 31-ig mérje fel és a közgyűlésen tegyen javaslatot arra, hogy milyen módon lehet megőrizni a biztonságot a vármegyeszékhelyen. Ezek a fák nem csak közterületen vannak, hanem magánterületen is vannak. Sok bejelentés érkezett lakóktól, hogy birtokvédelmet kérnek a szomszédnak a túlnőtt fája miatt, ezeket is mérje föl, és a veszélyes fákat, ami tényleg veszélyes, azokat hatósági ügyintézéssel el lehet rendelni, annak kivágását, gajazását. Nem szeretnénk kivágatni a fákat, tehát félés ne essen, nem a fa kivágásról beszélünk, hanem a baleset veszély elhárításáról is. A Fidesz frakció képviselői szintén kezdeményezték, hogy a város területén az útkereszteződésekben a kilátást akadályozó növényzetet mérjék fel és adott esetben szüntessék meg. Ezt tehát március végéig kell elvégezniük a hivatal munkatársainak.